Háló inspirációjuk, ez pedig az elmaradt november és a decemberi leótalkú. Ember, még csak 7 óra, te aludtál valamit? Én olyan korán szoktam kelni, hogy nekem a 7 óra az kora délelőtt. De jó, hogy én még a 90-es években voltam gyerek. És akkor még olyan challenge-eket csináltunk vidéken, a haverokkal, hogy ki mer átsúrani a szomszédba és élesztőt önteni a budiba. Nem akarom megtudni, hogy mi történik a budiba, hogyha élesztőt öntesz be. Ennél még a honvédség toborzó reklámja is jobb volt, pedig tudtommal nincs is. Szerintem az USA jobban járt volna, hogy ezt a reklámot nem csinálja meg. Várjál, te ismered a Factorio nevű játékot, és van időd emellett a tény mellett videózni? Hogy? Taníts! Valójában nincs időm semmire. A Factorio elvette a lelkemet is. Az új Jurassic World-ről is legyen kérlek videó. Elég igényes lett, szóval tetszene. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy csináljak egy videót egy filmből, ahhoz meg kéne néznem a filmet. A Jurassic World-öt meg nem fogom megnézni. Azért ez a kijelentés, hogy valódi családról picit túlzás. Na most itt még az elején szögezzük le, hogy én arról beszéltem, hogy a hollywoodi filmekben láttam ilyet, úgyhogy maradjunk ennél. Inkább viszontlátál egy jól megszokott, de közben rettentően skatujázó klisét, amit nagyon sokáig súlykoltak belénk a családról. Ez így igaz, de hogyha még mindig hollywoodi filmeken belül maradunk, akkor elővehetjük a Lilo és Stitch-et, ami megtanította arra, hogy két nővér és egy kék, négykezű űrkutya is lehet család. És amit megpróbáltak az utóbbi években kinőni, de ahelyett, hogy egyensúlyt és alternatívákat kívántak volna teremteni, helyette csak felborították az asztalt. Na igen, nekem pontosan ez a legnagyobb bajom Hollywooddal, hogy lehet alternatívákat bemutatni, Lilo és Stitch az előbb például, de náluk ez úgy működik, hogy az egyiket úgy rakom följebb, hogy a másikat nagyon csúnyán lenyomom. Most ez régen a férfiaknál volt így, most a nőknél, teljesen mindegy. Mint mikor egy shoujo vagy shonen animében, ami akármit is jelentsen, a műfajnak megfelelő nemű hőst úgy emelik ki, hogy retardálják a fontosabb ellenkező nemű szereplőket. Á, igen, pont ezt mondtam az előbb. Én se szeretem, ha csak az egyik fél kárára képes felemelni a másikat, hogy kitörjön a burkából és éjjenezve ünnepeljük. Költői túlzással, és azt mondani, hogy egy család attól lesz rendesen működő, hogy a férfi erős védelmező, az anya meg okos és szerető. Az se jobb, csak ennél a felállásnál dolgozik a nosztalgia faktor. Hány meg hány történet szól arról, hogyha nincs ott háború miatt például, vagy soha nem is volt apuka, a nők milyen keményen képesek megvédeni családjukat. Nem vitatom el a férfi érdemeit, hogy mekkora támaszt nyújtanak a családnak, csak azt mondom, hogy az erős védelmező feladatai nem egy fak... Igen, köthető kiváltság. Ezek alapvető emberi tulajdonságok, és egy film sorozat ott szúrja el, ha minden egy ember vállára pakol. Ja, az elmúlt 5 évben, de lehet, hogy már több is, szinte kivétel nélkül az összes hollywoodi filmben ez volt, hogy a főhősnek mindent tökéletesen kellett tudnia, és semmi hibája nem lehetett az égvilágon. Most nem értem, hogy miért baj az Hollywoodnak, hogyha valakinek van egy hibája. Igenis, legyen egy hibája a főhősnek, amit a film végén megold, és akkor tök jó karakter lesz belőle, aztán vége a filmnek. Én kíváncsi lennék egy metró könyv vagy játék, nem tudom, hallottál-e róla, de nem tudom, neked mennyire jön be az ilyen atombombás posztapokalipszises játék per könyv széria. Az a helyzet, hogy a játék az nekem nem tetszett, a könyvet meg a 160 akárhanyadik oldalnál feladtam. 3 könyvön túl volt, amire eljutottam a filmig. Nekem az ornitopter, helikopter igazából tök mindegy, megjelenítésén kívül majdnem minden eleme csalódás volt. Azokat a robbanásokat és az arteidet... Igen. Erők ledarálását messze sokkal érzékelt... nem tudok olvasni! Érzékletesebben meg lehetett volna oldani, akár kevesebb animációval és több drámai elemmel. Elég arra gondolni, hogy a könyvben mekkora kavarások voltak a palotában, miközben odakint elpukkantak a hajók. Távolról mutattak volna pár ilyet, és elhittem volna, hogy nagy a baj. De az első könyv lényege létó reakciói az eseményekre mind kimaradtak. Egyetlen mondat került el a könyvből, hogy meg akartak ölni a fiamat. Nos, az összes többi miatt jó volt az a rész. Akármennyire is igazat adok neked, mert igazad van, azért azt lássuk be, hogy mozifilmben nem lehet azt megcsinálni, hogy a háttérben van egy-két robbanás és a palotában zajló dolgok mennek tovább.
Egy szappanoperába belefér, de nem egy mozifilmbe. Szerintem az, hogy Paul lett a főszereplő, és csak az ő szemszögéből láttuk a dolgokat, az úgy... Jó, persze, megkönnyítette a rendező dolgát, így nem kellett annyit törődni a belső monológokkal, meg cserszövésekkel, meg mindennel. De ugyanakkor ez a könyvnek az a sajátossága, amit máshogy szerintem nem lehet megcsinálni. Ki kell jelölni egy főszereplőt, és az ő szemszögéből megmutatni az egészet a filmen. Könyvben ez így rossz lett volna egyértelműen. De ugyanakkor ezért is jó ez a film, hogy órákat lehetne erről beszélgetni, hogy mi volt jó a könyvben, mi volt jó a filmben, miért nem jó a film, miért jó a könyv. Ez egy nagyon jó téma, és ezt csak egy jó könyv tudja megcsinálni. A való világot én csak családbarát pornónak hívom. Annak sincs semmi értelme. Szerintem itt telibe találtad. Én is azon gondolkodtam, hogy azért nézik, vagy azért van ezeknek a műsoroknak nézettsége, mert nem megyünk fel pornó oldalakra pornót nézni, mert az csúnya dolog, azt nem szabad, de a tévét bekapcsoljuk, hát ha dugnak benne. Nagyon más miatt szerintem egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ezeknek a műsoroknak azért van nézettségük, mert emberek élvezik azt, hogy egy csapat állat össze van zárva egy helyre, és veszekednek, meg kiabálnak. Erre a piacot építeni, hogy ennek majd lesz forgalma, meg nézettség, ez ki van zárva? Pornóval viszont mindent el lehet adni. Emlékszem azokra az időkre, amikor ment a Legyenen is milliómos, vagy kicsivel később a Magyarország szeretlek. Mert volt benne valami kultúra, és tanultál belőle. Vasárnap leültél, és nézted este, és kicsit felhangolt legalább a hétfőre, meg az egész hétre. Emlékszem, mindig vártam a következő adást. No persze, amikor kicserélték Csiszárt és Gabit, onnantól kezdve nem volt annyira szórakoztató számomra, de oka lehetett, hogy nem vállalták utána. Gond az, hogy a kuki pörgetésből és a botrányból nem kultúráról, csak lerohad az agyad. Nagyon régen néztem már televíziót, mert nem látom értelmét annak, hogy leüljek elé és inkább nézzem azt, ami a neten vagy YouTube-on van. De emlékszem, hogy 2001-ben, azt hiszem akkor kezdték el az első való világot, egészen addig szombat meg vasárnap este egy család leült együtt, és megnézett egy ilyen esti műsort, egy ilyen Legyenen is millió most, vagy akármit. És az úgy tök jó volt, hogy ült az egész család, megnéztük, utána megbeszéltük, meg tanultunk belőle minden, de amikor bejött a való világ. Az volt az a pont, hogy szüleim az asztalra csaptak, azt mondták, hogy nagyon van, ebből ennyi elég volt, és akkor kötötték be a kábel tévét. Tehát az még nagy újítás volt, hogy a három földi adó helyett hirtelen volt neked több száz csatorna. Akkor szoktam rá a Discovery-re, meg a Nat Geo-ra, Animal Planet-re, meg az ilyen csatornákra, mert borzasztó jó műsorokat adtak, és rengeteg mindent lehetett belőle tanulni. Szórakoztatóvá tették a tanulást, a mítoszírtókat, ezt mindenki imádta. Aztán mennyi fizikát meg kémiát tanultunk belőlük, hát többet, mint a suliban. Fogod folytatni? Nem. Szemöldöködet, bátya, kicsit igazítsad meg, mert eléggé össze van nőve. Jaj, bocsánat, a műkörmömmel voltam elfoglalva. Mi ez a dumaragú hangjának majmolása? Esküszöm, gyerekek, ez egy zseni volt. 7 éve nem csinál már videókat, de azóta is, hogyha valakinek rekedt a hangja alapértelmezetten, akkor az őt másolja. Ez kb. Olyan, mint hogyha Radics Petire azt mondanád, hogy miért utánozza a narancstetves és dugó szinkron paródiákat. Még jó, hogy nem nézek híradót. Ilyen szalag címek után jó, ha az embernek van még kedve létezni. Igen, és pontosan ezért tervezem azt, hogy csinálom majd ezt a szarkasztikus híradó sorozatot, de nem viszem túlzásba. Szerintem havonta 2 maximum, de többet nem bírnék. Ezek nagyon jók, ha panelban laksz, és el kell menni 4 kilométerre lévő melóba. De hogy ezzel semmi komolyabb utat vagy feladatot nem tudsz elvégezni, az szent. Igen, és ezt mondtam a videóban is, hogy ha Pesten lakom és Pesten dolgozom, akkor nem veszek egy X6-ost. Ezekbe a kis elektromos autókba persze nem fogom bepakolni az egész családot, tehát nem megyünk le a horvát tengerpartig. De nem ez a célja. Ez ugyanolyan, mint a kis elektromos roller. Én nagyon örülök, hogy egyre elterjedtebbek, és szerintem majd valamikor én is veszek egyet magamnak, mert a célját azt rendkívül jól el tudja látni. Igenis, jelentőség teljes volt az a jelenet, mert megmutatja, hogy az addig rossznak vélt Marliaiak és a Marli oldalról a rossznak vélt Paradise-beliek együtt vannak.
együtt vannak egymás mellett. Megvilágosodnak, hogy az egyik fél sem rossz, csak eltérő véleményük és elképzelésük van. Megvilágosodunk rengeteg mindenről. És már meg ne haragudj, de az a fájdalom, ami Jean érzett, ahogy Reinhardt megölte Markót, a barátját, az eléggé durva és megható, megrázó jelenet volt. Igen. Ahogy mondtam, hogy szeretném ezt az animét, hogyha az idő nem lépne közbe. Most ott beszéltek arról, hogy milyen rossz volt megölni Markót, én meg azon gondolkodtam, hogy ki az a félszemű csaj, meg az a múmiába összeköltözött csávót a tábor tűznél. Mert nem emlékeztem rá, hogy 4 évvel ezelőtt mi történt. Aztán sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy elejétől végig gyorsan az összes részt megnézem, még mielőtt kijön az új évad. Én már feladtam. Most már végignézem, ha véletlen valamikor kijön az utolsó rész az utolsó évadnak, ami tényleg utolsó rész és utolsó évad lesz, de szeretni nem fogom, mert egyszerűen már nem emlékszem rá, és nem is akarom már bepótolni. Remek összefoglaló, de basszus, elmaradt a spoiler alert. Ja, hoppá!